Azt mondjuk azért beletenném, hogy nem tudom, hogy miért van itt ő, de most itt van, oké, okay, köszönöm. Sziasztok, én Jessiok, és ez itt egy jobb videó lenne itt a főcsatornámon, és egyben az utolsó videó is, mivel ez a videó egy 2021-es év összegzős videó lenne. Itt van velem Andris Gamer is. Sziasztok, gyerekek, kedves nézők, üdvözlök mindenkit. Ebben az évben meglett a 80 feliratkozó. Gratulálunk hozzá, mert köszönöm. Teljesítmény, hát most figyelj ide. Most ha megnézzük az előző években, ugye volt, amikor 10 feliratkozóval volt kevesebb, nem tudjuk miért. Jó kevés. Nyilván most, amikor jelenleg veszük fel, akkor 88 feliratkozóm van, de ez nyilván változhat. 2021. 12. fordul, december 29. szerda van. Amikor ezt a videót veszük fel, és majd ki tudja, hogy ti mikor látjátok ezt a videót. Én úgy tervezem, hogy pénteken látjátok ezt a videót. Szóval ebben az évben elkezdtem a LEGO The Incredibles, a Hihetetlen Család című LEGO játékot, ami most tart a 5-6. Részénél talán. Ez egy sorozat, aminek pénteken, azaz 2021. 12-31-én tervezek live-olni, amiben ezt a játékot tervezem befejezni. 5 éves lett a csatornám ebben az évben. Jövő évben reméljük, hogy meg lesz a 6. év is. És minden a moment. Ki tudja, TikTok fiókban. Milyen tartalmakat adtál pedig TikTokra, aki esetleg ott nem követne téged, és ez nagyon rossz ült ez, hogyha nem követi a Jelsőpész. Igen, egy kis promotív. Ez éppen Jelsőpész TikTok csatornája, megtaláljátok. Nyilván linkek, illetve minden ilyesmi lent lesz a leírásban. Ugye egyrészt legelőször ugye lett egy like fiókom. Aki nem tudna, hogy mi az a like, annak azt kell, hogy mondjam, ez egy TikTokhoz hasonló alkalmazás, ahol ilyen rövid videókat tudsz felrakni, és ugye legelőször ott lett egy fiókom, aminek ugye a neve az, hogy Matekren, majd aztán úgy döntöttem, hogy csinálok egy TikTok fiókot is, aminek a neve Matekren alsó vonal is van. Oda hát ilyen videósoktól vágok ki jelenetek, és akkor azokat rakom fel, vagy éppen felraktam egy közös videónkat. A Matekren Official TikTok csatorna 110 követőnél és 2350 like-nál jár. Kár és akkor most videója 2000 like-nál jár, de ugye 17000 900 megtekintés. A Bobos TikTok videón is kb. 480-as megtekintést kapott, a Messzájos TikTok videó 548 megtekintést kapott, még a The VR-os TikTok videó, ugye a Matekren Official TikTok csatornán 1393 megtekintésnél jár, illetve egy ilyen kávésopatos macskás videó is megtekinthető, illetve a legújabb Hungarian Mr. Beast reklámozóval a TikTok videó is megtalálható Matekren Official TikTok csatornán, és ezek hát közel ilyen 20.000 megtekintést generáltak eddig neked ebben az évben, hogy amikor elindult a TikTok csatorna, de szép 2350 like, egy eléggé kerek számról beszélünk. Ebben az évben volt az utolsó PUBG Lite stream, mivel a PUBG Lite-nak vége lett még nyáron, ha jól tudom. Nyár körül, hát a nyáron, mert akkor volt a stream, azt hiszem. De majd itt fent úgyis fogtok bele látni egy kis részletet a streamből. Ebben az évben játszottam végig a LEGO Builders Journey nevezetű LEGO játékot, ami számomra nagyon jó játék volt, ebből volt 2 darab élőadás. Tehát nagyjából egy 5 órás játékról van szó. Körülbelül meséld el mégis, hogy miről szól a LEGO Builders Journey nevezetű játék. Mit kell csinálni a játékban? Hát a játékban hát ilyen puzzle dolgokat kell ugye csinálni, tehát hogy LEGO darabokat kell egymásra rakni, vagy akár egy alakzatot kirakni, vagy akár egy labdát kell végigvezetni a part túloldalára a másikra. Nyilván ennek hát van egy ilyen sztori része is, picit, hogy ilyen apuka, meg egy kisfia, és akkor hegyre másznak föl, meg volt benne valamilyen robot is. Szerintem egy tök jó játék volt. Instagram fiók. Ugye már régebb óta volt egy Instagram fiókom. Azt az Instagram fiókot letöröltem, mivel egyrészt letörték. Szóval módon, hogy a Discord profilod is így jár, hogy hát ott is letörtek, és a szerveren linket kezdtek el spamelni. Lett egy új Instagramom. Annak a neve
az, hogy mateken alsó vonal official. Van egy fan oldalam is, amit szerény reményen csinál. Elég vicces mémképek fognak kikerülni, illetve Jássa életével nyerhetek egy kis betekintést, mindenféle YouTube videó bejelentése, kérdezfelelek, interjúolás, stb. Úgyhogy tessék bekövetni, egyelőre még semmi nincsen, majd amikor felkerül ez a videó, addig a tervezem az első posztot kitenni. Yes, a Plays alsó vonal fan oldal, itt megtalálhatjátok középen. Ugye összeírtam magamnak rengeteg dolgot, amit Máté tőle szeretnék feltenni kérdésként. Ugye úgy hagytad abba a tavalyi évet, ugye 2020 vége egy NFL-es playback videóval zárult a főcsatornádon, ezzel vége is lett a sorozatnak, erről az ellenkezdődött sorozatról is kell legyünk mesélni. Az az egyik, a legelső élőadások ezzel az új képpel, és ebben a stúdióban. Elkezdtem veletek megnézni ezt a játékot, de nem hagyott bennem úgymond nyomokat, hogy folytassam tovább. Ahogy már te is elmesélted idén. Érted a 80 feliratkozót, meglett az 5 éves csatorna ünneplés, amit egy livestream-mel koronáztál meg. Ugye 29 videót gyártottál ebben az évben csak a fő csatornádra. Minecraft Dungeons volt a első közül, amit a Diablo a Minecraft-ban, valami ilyesmi címmel. Valami ilyesmi, tök jó játék szerintem, viszont utána volt, hogy akartam folytatni, de közben más közben jött, vagy éppen nem volt olyan kedve, hogy folytassam az adott játékot. Szóval mivel jöttek ki új kiegészítők, illetve update-ok, ezért majd tervezem végigjátszani a játékot. Nyilván egy nehézségi szinten. Hát hasonlít a Diablóra. A Valheim volt a következő kisebb sorozatú csatornád, amivel egy livestreamet láthatok a nézők. Senki nem tudja miért. Mi volt ez a vikinges stúdió játék, ha már régére kérdezik? Jó kérdés. Nyilván ugye azelőtt, hogy én megnéztem a legalábbis elkezdtem nézni a Nefsign-nak a videóját, majd utána megtetszett, hogy ilyen túlélős, házépítős, stb. És akkor ugye egy elkezdett pályát folytattuk ugye abban az élőadásban, viszont hát több részre nem tudtuk, vagy nem tudtuk folytatni, vagy akár nem volt éppen az effektünk. Ugye a következő a múlt Theft Auto San Andreas volt, nem nagyon szeretnék el a játékra időt szakítani. Bár azért mesélj róla, mit. Need for Speed a múlt Theft Auto-ban. Ugye aki nem tudná, a múlt Theft Auto az ugye a GTA San Andreas-nak a multiplayer verziója lényegében. És ugye abban van egy ilyen szerver, és hát arra fölmentem, játszottam egy picit, viszont több rész nem lett. Nem lett belőle. Hát igen, hogy elég sok játék, mert folytatása következő Brick Edge is ez bizonyítja, abból is hát, egy livestream volt. Survival. Tehát így ugye ott sietni kell, mivel ugye a levegőt fogy, közül enned is kell, radioaktivitás van ugye a játékban, és ugye arra odafigyelni, hogy akkor ugye közel mész valami, ez akkor ugye annak menj a sugárzás, és és így annyira nem jött be, mert... Tehát akkor te nem szereted ezeket a gyorsabb hangvételi játékot, ahol sietni kell, inkább az ilyen fűrődős bűvölcsön például, vagy a most futó Lego The Incredible az a sorozat. Igen. Következő a Steven Universe Save the Light, a stream végén is kiemeltet, hogy 1%-ot haladtál. 1%-ot haladtunk, hurrá! Nos, hát terveztem folytatni, na. Viszont majd jövő évben hogy lesz belőle valami. A következő ilyen videó az a stream, a School of Dragons volt, ugye ez így neveld a sárkányodat. Hát abból egy multiplayer játék, hát ugye abban is vannak benne questek, hogy ezt meg ezt kell csinálnod, menjél ide, itt ezt kell csinálnod, menjél oda, ott azt, stb. Tehát ilyen open world, igen. MMORPG játék, mint a Focus, tudnám hasonló, ingyenes egyébként, ingyenes. Abban is azt hiszem csak egy ingyenes. Hát igen, mondhatni ez az év, ez ilyen elkezdem, de nem fejezem be. Hát igen. Volt egy rengeteg sorozatot láthatunk tőle, de mégsem volt befejezése, kivéve egy-két sorozatnak, vagy éppen most jó sorozatnak. Én. Ugye a következő PixArk, ami egy Arknak egy pixelesített változata. Nagyon jó játék. Ugye dinók vannak benne, és ugye az Arknak úgymond az egyszerűsített változata. Nagyon tetszik, ebből is majd jövő évben tervezek egy végigjátszást csinálni. De egyébként, hogy egy ilyen sok játékba kezdtél vele, és
kevés tehát sokat tovább viszel. Hát egyrészt így az érdeklődésem miatt, aha, mert volt egy idő közben ez a játék érdekelt volt, hogy az, stb. Nem tudtam ugye odafigyelni. Nyilván a Pixar, ugye ott mondtam is, hogy azt ugye azt már elkezdtem ugye azt a játékot, ugye mondtam, hogy abból nem lesz úgymond sorozat, és ugye a legtöbb játékot azért nem viszem végig. Vagy azért, mert nem akarom, vagy azért, mert nem jön érdekel a sztori. A következő ugye a PUBG Lite livestream volt, ugye ez volt az akkori évnek az utolsó PUBG Lite livestream, mert ugye akkor ért véget a játék, erről már beszéltél is. Sajnálom, hogy véget ért. Nyilván gondolom egyrészt ugye a csalók miatt, másrészt ugye a szervezetnek az üzemeltetése miatt. Viszont jövő évtől azt hiszem ingyenes a PUBG. Ja, abból lehet, hogy lesz livestream. Következő a Star Wars Battlefront 2004 játék volt. Nos, hát az is egy olyan időszak volt, hogy Star Wars Battlefront, hurrá, stb. És akkor ugye letöltöttem a régebbi verziót, mert az... Hát az jobban megfogott egyrészt, mivel hát mert ugye az is régebben játszottunk. Hát simek volt ez a játék, és akkor mondom, legalább egy élőadás lesz róla. Következő csatornál jelenlegi életének egy eléggé meghatározó jelenleg is futó sorozata, ami a LEGO The Incredibles sorozat címet viseli, hogy már négy rész megtalált a csatornán, és jelenleg az... Azt hiszem, hogy nem tudom. Én csak négyet számoltam. Lehet, de hát ilyen 4-5 rész, ugye a következő résznek az editálása is folyamatban van. Hát azt a részt ugye azt tegnap vettem föl, viszont azt is elkezdem megvágni, és akkor ugye felrakom a csatornára, és hát az a játék nagyon jó, ugye azt a két filmet ugye egy játékba veszi. Mint ahogy mondtam az egyik live-ban, hogy ugye sokan rész van a játékban, mi a filmekben ugye nem található meg. Aki látta mind a kettő filmet, annak ajánlom ezt a játékot, illetve csak azután nézzétek meg a sorozatomat, miután láttad a filmet, hiszen ugye spoiler veszélyek tartalmaz. Követően a Zombzról játékot. Két dés PUBG. Amilyen nevet te adtál ennek a videónak. Igen, egyszer volt az egy élőadás, Battle Royale, stb. A következő a 5 éves csatorn ünneplés livestream volt, elnézést kérek, akkor nem néztem bele, hogy milyen játékról szól. Na most, kifelé azonnak. Az ugye egy stream volt ugye, hát nálam ez úgymond egy hagyomány lett, hogy minden ilyen évben azon a napon tervezek egy élőadást csinálni, vagy hosszabbat, vagy rövidebbet. Azt hiszem egy élőadás volt, amikor nem. Ez lesz talán a harmadik élőadás, nem, ez lesz a negyedik a jövő év. Egyébként ide érdekes módon visszacsatolnék az első ilyen, ugye tehát a csatorn ünneplésére a kapcsolatos legelső livestreamer volt egyébként ez, amikor rengeteg játékkal játszottál, igen, és eléggé is színmelengető ezt a részt, tehát a részeket visszanézni. Ebből is most láthatjuk középen egy néhány videó részt, hogy mindig is hogyan nézett ki akkor elsőnek egy livestream, illetve mit gyakorlatilag. Meg ugye nyilván ugye így nyerni az 5 éves részt, ugye úgy gondoltam, hogy akkor ugye visszanézem a régebbi videókat, tudom, hogy mi volt benne, stb. És hogy eldomálni, hogy miért lett ez a nevem, Jesse, stb. Akit érdekel, nyilván visszanézheti. Következő GTA Online élőadás volt. Hát abból egyenlőre folytatás nem lesz, hiszen azt a filmet feltölték. Ja, tényleg! Ami rajta volt, ne, az Epic Games! Ne! Azóta már van egy új fiók állam. Elnézést! Köszönöm! Első, hogy Márti egy GTA-ban, az azért, hogy azt a fiókomat is feltörték, ugye az Epic Games-es fiókot, amin hát tök jó volt a GTA. Ugye a Pokémon Let's Go kitársul következő videónk palettán az idei évben. Egy évadás, kemény egy. Vagy Steven Universe, Save the Night, csak ezt mondom, legetni elnézést, 1%, igen. A Pokémon Let's Go Pikachu is olyan, mint több játék, akkor érdekelt a Pokémon, oké, elkezd volt belőle egy Steam, és benne semmi többé, majd lesz belőle sorozat. A következő videó a Studio Tool 2021 palettán, ugye, amit
gaming videókról egy kicsit elevezve, hogy más témát igen. is megvizsgáljuk a gaming videóban. Szóval, igen. aki látta a 2021-es heti vlogmasznek az első felvonását, azt tudhatja, hogy a szoba az már nem úgy néz ki. Ez változik, nyilván jövő évben is szeretnék egyet csinálni, hogy akkor hogy fog kinézni. Szóval az ezt követő konkrét videó a nyári vlogok 2021, ami egy heti vlog volt, így ezt többet számba tettük, de mégis egyetlen egy részt vállaltunk a csatornán, egy heti vlogot. Mivel ugye az előző években volt években volt a Dunakeszi nyaralás. Ugye ezt követően leváltotta a nyári vlogok, azért is, mivel most már nem élünk, opa. Hanem máshol, és ezt követően döntöttem így, hogy valamilyen más nevet kéne adni a nyári vlogoknak. Nos, hát ugye azért vlogoltam le azt a hetet, mivel akkor egy mozgalmas hét volt, mentünk nyaralni Balatonra, illetve Velencére. Ja, és akkor mondom, azt lehetett levlogolom, és akkor láthattátok, hogy hogy telt az a nyári hét. Kedvenc videós sorozatom, ami ugye hát sorozat idézőjelben tettem is, hogy ugye ami idén indult el, az nem más, mint a Tautóbor sorozat. Arról esetleg mit tudnál neki mesélni? Nem nyilatkozom. Mit történt az a sorozat? Nos, csupán csak két részig tartott, és a gyártása sincs egyébként folyamatban, valószínűleg majd jövőre sem lesz látható. Nos, hát minden egyes sorozat úgy indult el, hogy oké, most érdekel ez a játék, utána már nem annyira volt hozzá kedvem. Egyébként egy tök jó játék, ingyenes, stb. Jelenleg a főcsatornán az utolsó videó, ami a legújabb videót megtalálható, ugye ez a heti vlog, a második felvonása, ha jól emlékszem. Igen. Ugye ez egy most is futó sorozat, a harmadik felvonását majd még így péntek vagy szombat. Mesélj, mi ez a heti vlog, honnan jött ez az ötlet, hogy ilyen vlog videó? Hát ugye karácsony egyrészt, másrészt még gondoltam, hogy ilyen levideóznám karácsonyunkat, hogy legalábbis az én szemszögemből, hogy olyan telik a karácsonyunk. A tavaly indult Jasper Twitch World Crane YouTube csatorna idén rengeteg videóval látta el a nézőnk közönséget, 22 videó került fel idén, tavaly ugye csak 12 videó volt látható a YouTube csatornán, idén ez ugye már 34-re bővült a 22 videójával, kettő behind the scenes videóvágás videó került fel a csatornára. Ugye ahol a Clipchamp videóvágó programot mutattad be. Á, igen. Erről igen. Mit tudnál mesélni nekünk? Élőadás volt, mondom, biztos akartok látni, hogy legalább, hogy hogyan vágok meg egy videót így 2021-ben. A legjobb Incredibles harmadik vagy negyedik rész megvágása is akkor történt. Ugye ez a két behind the scenes videó volt az, ami még ugye a maradék 20 videóhoz társult, hogy ugye idén is megkaphassátok a Jesse Twitch World YouTube csatornának a tartalmát. A Jessica Cram YouTube csatornára egy videó került fel idén, egy másik videó pedig még készülőben van. Ugye ez is a Clipchamp videóvágás címnevet kapta, ez egy ingyenes videóvágó program bemutató sorozatnak volna. Nos, ennek a sorozatnak egy része készült el idén, szóval a többi része nem tudom, hogy hová tűnt, hanem egy ingyenes videóvágó program bemutató sorozatnak. Erről mi? Mi a meglátásod, hogy miért alakult a videóvágó? Mint egyébként mindig, és ezt mondtam is azt hiszem a Lego The Incredibles videómban, ami majd kerülni egyszer, hogy egyrészt ugye az iskola, másrészt meg ugye elterveztem, hogy oké, most felvesszük, és akkor nem azt mondom, hogy közben jött valami, hanem egyszerűen megváltozott úgymond a véleményem, hogy nem veszik fel azt a videót, vagy akár nem a vágjuk meg, stb. De nyilván ennek a sorozatnak is majd jövő évben biztos, hogy lesz folytatása. Bevallom, idén nem volt ennek követője a karrieremnek, de az jövőre változni fog, megígérem, minden egyes videóra szeretném megtekinteni jövőre. Jövő évre mit tervezek ugye? Egyrészt, hogyha ugye nem fejeztem be a Lego The Incredibles játékot, akkor nyilván ugye azt fogom folytatni, ugye a Twitch tornára is szeretnék új videókat feltölteni, szeretnék többet streamelni, úgyhogy ennyi is lenne szerintem, ugye a videóból. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomj fel egy lájkot, és iratkozzatok fel a további live-ok videókért és mindenért. Köszönöm Andris Gamer, hogy
jöttél és részt vettél ebben az évzárós videóban. Én Jesse voltam, itt voltam is gamer is. Én Jesse voltam. Sziasztok! És, igen, és találkozunk következő évben. Én Jesse voltam, is gamer is. Sziasztok! Én Jesse voltam. Sziasztok!